700-nál is többen indultak az idei Kroszkovácsin, vagyis az ország egyik legnagyobb mountain bike versenyén. Arról, hogy hogyan tud a Nagykovácsiban rendezett maraton hosszú évek óta ilyen népszerű maradni, a főszervezőt kérdeztük. Én azért azt az elvet vallom, hogy mindig bele kell tenni egy kis pluszt. Minden évben van valami más. Most például a versenynek a rajtját és az egész rendszerét megváltoztattuk. Itt körülöttünk lehet talán látni a háttérben, hogy biciklisek jönnek. Tehát ez egy olyan rendhagyó maraton, amikor mindig ebbe a központi részbe, ebbe a versenyközpontba bejönnek a biciklisek. A középtávon 2 óra 10 perces eredményével Borsos Benedek lett a legjobb. A fiatal sportolót egyáltalán nem zavarta a felázott terep. Igazából felázott, de nem volt ez a masszív sár. Olyan mondjuk itt régen jellemző volt, hogyha egyszer az agyagos talaj felázik, akkor nagyon ragadós, meg dzsúva, és akkor ilyen tekerhetetlen a dolog. De most tényleg az ott voltak szakaszok, amik sarosak voltak, de inkább ilyen pocsajás volt, meg inkább csak ilyen csúszós volt a dolog, és nem volt ez a masszív sár. A szervező szerint a Kroszkovácsi azért is érdekes a versenyzőknek, mert nem lehet hozzászokni, nem lehet rutinból visszatérőként megcsinálni. Nagyon sok olyan rész van, amit mindig átdolgozunk. Más utakat találunk ki, más ösvényeket találunk. Az idén is volt 1,5-2 kilométeres szakasz, amit a Pilisi Parkerdőgazdaság az idejében jelölt ki a budai kerékpáros út hálózatban, és annak is egy részén megy most a pálya. A Kroszkovácsi a verseny után sem áll le. Most egy 6 kilométeres pályát akarnak kialakítani, amelyen az olimpián is szereplő mountain bike számban is rendezhetnek majd versenyt.